Hú, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma egy elég rendhagyó videóra hívlak benneteket, hiszen még én magam sem láttam a játékot. Hát először is valahol itt, aha, ez működik, ez a Dual Graphics. Hát igen, meglátjuk mennyire lesz ez elég. Ezt be is zárhatjuk, ez nem kell. A játék ez a vadász, tehát biztos ismeritek. Vagy nem? Szerintem nem. Én jó magam az egyik kedvenc YouTube oldalamról hallottam róla. Az egyik kedvenc ugye előadóm magyarázatában, hát persze ő minőségi videókat csinál, nem olyanokat, mint én. De hát egyszer majd csak belejövök én is. Igazából ez a The Hunter, ugye egy vadászós játék. Na de mi a különleges benne? Hát az, hogy a PC-n van. Ez már talán jelenthet valamit. Van egy 830 megabájtos kliens, ezt letöltöttük. És nyomjunk tovább. Jó, tehát menjünk. Abszolút ismeretlen vizeken mozgok én is. Ó, legyen ő. És nézzük meg, hogy milyen ez a játék. Rendben? Én nem szeretem a vadászatot egyébként. Tudom, hogy szükséges dolog. És ez a virtuális vadászat, hát hogyha valami tényleg több kedvet próbálna adni itt a vadászós embereknek. Nézzük meg, mennyire élethű a dolog. Na, van egy ősz hapsim, úgy néz ki, mint a Mission Impossible-ből Jim. Azt mondja, hogy continue, already taken. Hát akkor már más is játszik vele, hogy valaki megelőzött, tudjátok mit? Rakok ide 3W-t, meg ide 3W-t. Énni. Tuti, hogy ez nincsen. Fogadjunk. Jó, na azt mondja, hogy vadászhatok. Egy kezdőképernyő fogad minket, amiben kiválaszthatjuk, hogy vagy belépünk ugye a rezervátumba, vagy pedig még átnézzük egy kicsit ugye a beállításainkat. Hát én javaslom, hogy fogjuk magunkat és nem is egyszerűséggel vágjunk bele. És hát ha minden jól megy, akkor... Aha, hú, nem tudom, hogy átjön ez úgy a videón, de ez elég szép. Sőt, repülnek a falevelek, csicseregnek a madarak. Ó, elég jól nézünk ki. Van egy ilyen valamilyen nyomolvasóm. Hát azért látjátok, hogy a fák dülöngélnek mindenhol. Jó, hát akkor menjünk szépen lassan. Aha, itt nem lehet futni végül is, aztán nem arról szól. A lényeg az, hogy ugye fel kell másznunk a toronyba, és ezt a szarvast ezt el kéne kapnunk, legalábbis hát nem feltétlenül most elkapásról van szó, hanem egyáltalán arról, hogy megtaláljuk-e, és utána pedig ki kell lőni. Én azért szerettem volna megmutatni nektek ezt a játékot. Á, mégiscsak lehet futni. Ez az. Na gyerünk. Hát ez valami nagy futás, de tőlünk telhető legjobb. Azért szerettem volna megmutatni ezt a játékot nektek, hogy azért lássátok, hogy már amennyire átjön egy YouTube videón, de azért van helye a fejlődésnek ugye a grafikában. Legalábbis ami a konzolokat illeti, így PC téren. Igen, tehát nyilván, hogyha... Hát ez a futás, hát nem tudom, én nem így futok, hogy nézem ezt a hülyeséget. Ha mindegy, fölmegyünk és szétnézünk. Legalább annyit megnézünk a videóba. Nekem Fraps alatt úgy látom, hogy egy ilyen 30 FPS-t produkál. Az nem is rossz egyébként. Na, ez volt a mászás? Hát jó, végülis minek tökölni vele. Tessék, ott a szarvas. Ah, would you look at that? Ez a miénk. De engem most nem érdekel a szarvas, már bocs, srácok, de csak körül akarok nézni, milyen jól néz ki. Gondolom, hogy a demo az véget is ér itt, az ingyenes előfizetés, hogy lelőhetem egy milliószor ezt a szerencsétlen szarvast? Hát legyen, nagyon szép a játék. Felhők is mozognak, jönnek, mennek, de nem ezért vagyok itt, hanem azért vagyok itt, hogy kilőjek egy gonosz szarvast. Bizony, bizony, bizony. A Space-szel ugye veszünk egy nagy levegőt. Oké. Várjátok, fejbe akarom lőni. Tarkú lövés. Oké, mouse 2. Hát ez meghalt, nyilván.
Micsoda? Mi? Igen, nem szabad ott hagynunk. Jó. Akkor oda megyünk. Mi ez a Hunter Mate? Megnézzük. Azt mondja, hogy szereljük fel, és nézzük meg, hogy minden oké-e. Aha, csak ezzel tudunk közlekedni, ez tök jó egyébként. Hogy kellene lemenni? Á, ott az E betű, nem látom. Vak vagyok. Gyönyörű az a játék. Egyébként nagyon jól lehet szerintem vadászni benne, tényleg. Kabelasz vadászos játékokkal játszottam, azokat baromira szeretem. Hát nyilván itt ugye sokkal jobb a grafika. Tehát ha valaki kipróbálja ezt, és tényleg kedvet kap hozzá, az garantálom, hogy jól fog szórakozni vele. És már itt is vagyok. Ez az. Hát jó, ez nem volt nehéz, nyilván csak azért tették ide, hogy... Nyilván csak azért tették bele ezt a részt, mert... ugye meg akarják egy kicsit kedveltetni a játékot. És hát ha még van időm itt a YouTube videóban, akkor lehet, hogy én kipróbálnám a következő részt is. Itt azt mondja, hogy a legnehezebb része a dolognak az nem az, hogy lelőni, hát ezt egy hülye is meg tudja csinálni, nyilván nekem is sikerült, hanem igazából az, hogy valahogy be kéne cserkészni a vadat. Márpedig az... Hát igen, az lehet, hogy nem is lesz olyan könnyű. Tehát ilyen nyomokat kell keresni, tehát például ez egy nyom. Aha. És akkor azonosítjuk. Aha, látjuk. És így tudunk visszamenni ugye a kis segédletünkkel a nagy térképre. Mi ez? Jó, vissza tudunk jönni. És a lényeg az, hogy követnünk kellene, hogy merre is ment ez a szerencsétlen pára. És látjátok, hogy ott van egy ilyen nézőpont a kis térképemen, és hát követnem kéne. Ha, remélem, hogy nem fogom elveszíteni. Látjátok, minden mozog egyébként. Hát lehet, hogy még azt a két dolgot, amit kikapcsoltam, lehet, hogy még be kellett volna kapcsolni itt ezt a textúrázós dolgot. Ha, mindegy. Ha. Hoppá. Nézzük csak, majd valami történt. Csak dumálok, de nem figyelek oda. Na? Ja, aha, ott van. Hát nyilván nem egy Call of Duty, tehát ez csak olyanoknak ajánlom, akik tényleg szeretnek bolyongani az erdőben. És hát ugye az a nagy élvezet nekik, hogy becserkészik az állatot, és megölnek egyet egy pályán, és nem pedig az, hogy halomra lövik őket. Aha, minden egyesnél nyomni kell egy ilyet, hogy még mindig ugyanott vagyunk-e. Aha. És hát, aha, na jó. Ó, hogyha hármat találunk, ugye három nyomot, akkor most már látjuk, hogy merre ment. Hát igen, legalább 200 méteres. Jó, hát köszönöm. Remélem megpillantjuk. Még jó lenne egyszer kilőni a szerencsétlen párát. Na, talán most itt meg fogjuk látni. Vagy mégsem? Ah, közel van most már. Nem szabad futni. Szépen oda osonunk, left control be kell nyomni, és akkor szépen lassan. Oké. Oh-oh. Ez lesz itt a rajtaütés site. Halálra izgulom magam, nem tudom ti is. Kellőképpen izgultok el, hogy vajon most mi lesz. És be kell nyomni, most már oké.
Oké, el vagyunk rejtve, és mostantól már nagyon egyszerű dolgunk van. Hát mégsem annyira. Ja, be fogjuk hívni. Á, de ravasz. Na. Igen, várunk. Hajaj, hajaj. Jött egy állat, azonosítjuk. Aha, hát jó, na jó, hát igen, ezt egy 15 perces videóban azért ezt elég nehéz bemutatni, szerintem. Blö, tök jó hangja van. Amikor villog, akkor kell azonosítani. Hú, hát ez egy elég bonyolult játék. Na, minden esetre lehet itt szórakozni. Ott van! Most megfigyeljük. Ott van, jön! Jön! Ha-ha-ha. Hát igen, nem véletlenül van ugye az, hogy mit lövünk ki, mert lehet ebből gond is. És most? Lehet, hogy ez nem is olyan, mint ami nekem kell, gondolom. Na, rázza a fejét, nem tudom mi van vele. Én le akarom lőni. Vártam eleget, nem érdekel. Oké, tározok. Jó, nagy levegő. Ez az fejlövés. Ez az. Nem vettem észre, nem láttam, de kit érdekel. A lényeg az, hogy lelőttem egyet. Azt is agyon lövöm. Elszaladt. Na jó. Köszi a figyelmet. Remélem jól fogtok szórakozni ezzel a játékkal, legalább annyira, mint én. Természetesen a 15 perces időkorlát miatt ugye most nem tudom korrektül befejezni, de higgyétek el, nekem ez egy nagyon jó játék. Próbáljátok ki. Köszi a figyelmet. Sziasztok!